látom, hogy értő szívekre találnak itt a dalok, és remélem a következő is, ami már az Illés Szekerén című nagylemezről szól, tehát viszonylag újabb dal. De hát ez is a 60-as évekre emlékezik, azokra az időkre, amikor a legnagyobb élményünk egyike talán az volt, hogy többször is megnézhettük Fellini Édes Élet című filmjét, ami ugyan 16 éven felülieknek volt, de hát mi belógtunk valahogy. És aztán a későbbi évek, amikor annyiféle szép ábrándot kergettünk, hogy majd egyszer a mi életünk is olyan édes lesz, mint ahogy ezt a Fellini a római Via Appiát ábrázolta, azt a kis ironikus fellhangot, távolságtartást mi nem igazán érzékeltük. Azt láttuk a filmben, hogy hogyan működik a nyugati világ. Ahol sok mindent szabad, amit nekünk nem. És azt reméltük, hogy egyszer majd, amikor tőlünk is kivonulnak az ideiglenesen nálunk állomásozó csapatok, akkor majd ránk köszönt az aranykor. Hát kellett egy-két évtizedig várni, de aztán úgy a 90-es évek elején be is köszöntött ez a szép új világ. És így lett az a helyzet, hogy a reménytelen szerelemből lassan kibontakozott a beteljesült csalódás. És közben hova tűnt, hova lett az az édes életünk. Most még egy pillanatra jöjj hozzá.
hozzám közel. Hadd érezzem, hogy létezem, hogy létezel. Hadd hidd el azt, hogy van még egymáshoz közünk, s ez a dal, ez a tűz örökre megmarad nekünk. Jöjj hát és hazudd azt, hogy nincsen veszve mi. Mondd azt, hogy a felhők fölött mindig kék az ég, s nem múlhat semmi el, még emlékezünk. S ez a dal, ez a tűz, ez az édes életünk. Ez a dal, ez a tűz örökre megmarad nekünk. Ugyanezen a lemezen szerepel egy másik dal is, amit a már emlegetett édesapám tiszteletére és hát emlékére írtam, aki azért foglalkozását tekintve matematikus közgazdász volt, amúgy nagyon okos ember, Széchenyi érdemrenddel kitüntetett doktor. Szóval a Kondratyev-féle hosszútávú gazdasági ciklusok matematikai elméletével foglalkozott, mondom még egyszer, hogy tudjátok és megjegyezzétek, hogy ezek a Kondratyev-féle hosszútávú gazdasági ciklusok 40-50 évig tartanak, jó közelítéssel két emberöltő körülbelül. Érdekes ismétlődés ez, más tudományágakban is ismert öröklési mechanizmusoknak. De ezek a Kondratyev-féle periódusok a gazdasági életben 40-50 évekként nagyon hasonló szituációkat, folyamatokat mutatnak ki. Hát ezeknek a matematikai elméletével foglalkozott az én apukám, és élete vége felé megosztotta velem azt a gyanúját, hogy ezek a ciklusok nem csak a gazdasági életben jelentkeznek, hanem nagy valószínűséggel a társadalmi élet területén is kimutathatóak. És akkor én megvilágosodtam, és rájöttem, hogy ez egyáltalán nem véletlen, hogy az én korosztályom, amelyik már egy ilyen Kondratyev-féle ciklust megélt, néha abban a déjà vu-szerű élményben részesül, hogy bizonyos jelenségek, figurák, magatartások, hivatali packázások tekintetében az embernek tényleg ilyen déjà vu élménye van, és hát elkerülhetetlenül az az érzésünk támadt, hogy bizony ezek a magatartásformák, ezek az emberi kapcsolatokat is meghatározó szituációk, meg hát azok a figurák is, amelyek most ugyanott ülnek, ahol a régiek. Szóval, hogy ezek ugyanazok. Sosem törődtek ők, mert az erősek mindig úgy érzik, hogy csalhatatlanok. Édesapám csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. Mikor az entrópia emelkedik és mindent felkavar, a szolgálatok beindulnak, hogy ne legyen túl nagy a zaj, s kitüntetett szerephez jutnak megint a segnyalók. Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek ugyanazok. Itt szép lehetsz, de okos nem, mert kötelező a hit, és ellenség lesz mindenki, aki kételkedik, és erkölcsről papolnak áll szent köpönyek forgató. Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek ugyanaz.
igazad. És átírja a központból, ki küldött új adat, s jönnek a minden rendszerhez alkalmazkodók. Édesapám csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. Ahogy mindig újra kezdődik egy bálvány körül a tánc, megint befonja életünk egy láthatatlan lánc. Jönnek a lelkes ostobák, s a gyáván megalkuló. Édesapám csak azt nem mond, hogy kezik ugyanazok. S a végül rájön, dől a házma, és nincs már több hitel. Majd mást vádolnak azzal, amit ők követtek el. És engedelmes szolgáló a törvény és a jog. Édesapám csak azt nem mond, hogy kezik ugyanazok. Hát kedves fiam, édes lányom, véssétek be jó. E szép országban pusztít más is, nem csak az alkohol. Jönnek majd és hirdetik, hogy milyen nagy magyarok. De tudjátok, hogy ezek bizony mindig ugyanazok. Édesapám, te megmondod, ezek ugyanazok. Te megmondtad, ezek ugyanazok. Köszönöm. Látom, érthető a szöveg. Köszönöm a technikának, hogy ilyen nagy hangot csinál nekem. Miközben, mint említettem, egy kicsit be vagyok rekedve, de hát hagyjuk, ezt már annyiszor elmondtam. A következő dal is ehhez hasonlóan némi turbulenciát okozott. Ez ugyan már a Ráadás című lemezen van, de hát itt én arra mertem célozni, hogy az ország lakosságának egy része, én ezt most Magyarországra gondolom, de nem hiszem, hogy annyiban különbözne itt ez a másik ország attól az országtól. Szóval minden esetre van egy olyan része minden népességnek, amelyik eléggé birka módon hagyja magát terelgetni mindenféle jól körülhatárolt, körülkerített legelők felé. És hát néhányan ezért megoroltak rám, hogy én ilyen rossz véleménnyel vagyok a népességnek egy bizonyos részéről. Hát nálunk ez néha úgy tűnik, hogy több mint kétharmad, szóval azért nem olyan kicsi, de... De mentségemre szólva, ez egy olyan dal, ami egy nagyon híres magyar költő, Vörös Sándor, Majomország című versének egy ilyen modern parafrázisa. Vörös Sándor ezt a Majomországot valamikor a 50-es években írta, és én emlékszem fiatal koromban, hogy Latinovics Zoltán, aki egy nagyon nagy színész volt, milyen elszántan szavalta ezt a Majomországot, és akkoriban nem sértődött meg rá senki. Tudomásul vették, hogy Majomország, hát messze van, azok nem mi vagyunk. Tehát ez a dal is úgy kezdődik, hogy Birkaország messze van, aztán mégis sokan azt gondolják, hogy hát azok talán esetleg mi lennénk.
De hát nem mi vagyunk, mert Majomország ugyanolyan messze van, mint Birkaország, és miközben a majmok azok azért mégiscsak pofátlan szemét alakok, azokhoz képest a birkák mégiscsak kedves, szelíd, barátságos élőlények. Úgyhogy hallgassátok szeretettel és megértéssel ezt a dalt. Helyre messze, Birkaország, ha te mérdek, birka ég, birka nyár, részkolomban, birka nótát rád a szél, birka nem lehet akárki, végetni is tudni kell, és ki juthat legelőre, friss füvet csak az legel. Birkaházban jól lakottam, birka ágyon elterült, birka tévén, birka műsor, bábon rendületlenül. S hogyha kell, hát fölvonul, és zászlót lenget lelkesen, önként és darolva táncol a birka nyíró versenyen. Rosszul érintett, akinek nem inge, ne vegye magára. Tekintse ezt ilyen kis időskori demenciának. Elgurult a gyógyszerem, aztán kifortyogtam magam, mert hát én már abban a korban vagyok, amikor bizonyos élettapasztalattal rendelkezik az ember a birkák és a farkasok természetét illetően, úgyhogy már némi történelmi tapasztalattal a háta mögött bolyong a társadalmi dzsungel ösvényein. Néha már tisztelettel kitérnek előle, mert hát abban a korban van, amit legalábbis Magyarországon elterjedt jelző szerint nyuggernek, becéznek. Nem mindig jó indulattal. Ez a nyugger, nem emlékszem pontosan, hogy mikor is került forgalomba. Valami választási kampány volt, ahol a panelprolik rosszul szavaztak. Szóval ekkor a nyugger úgy elterjedt, de én családi körben először a lányomtól hallottam, aki valamilyen családi megbeszélés kapcsán, amikor én bölcs, öreg, szerető és gondoskodó édesapaként megpróbáltam a tanácsaimat fölajánlani neki. Mondta hárítólag, hogy apu, te már egy nyugger vagy, te ebben ne dumálj bele. Úgyhogy meg kellett kérdeznem, hogy mégis mit ért azon, hogy én már egy nyugger vagyok.
Azon kívül, hogy persze ingyen szállít a tömegközlekedés, túl sok öröm nincsen benne. De a lányom azt mondta, hogy a nyugger, tudod, apu, az egy ilyen punyatalkesz figura. Nem tudom, értik-e ezt, punyatalkesz? Megvan? Mert én sem értettem először, utána kellett néznem az értelmező szótáramba. Hát, nem szép dolgokat jelentenek. Viszont fölfedeztem ebben a szótárban, hogy a nyugger viszont, az én értelmező szótáram szerint, az öreg rocker szinonimája. Ezt kapjátok ki. Az öreg rocker szinonimája. Tehát büszkén vállalható. Nincs benne semmi sértő. Legyünk büszkén nyuggerek. Egyébként hallottam, hogy angolul Jaggernek ejtik a nyuggert. Tudják, van az a I can get no satisfaction Jagger. Azt mondta, hogy inkább legyek halott, mint 45 évesen, és még mindig ezt a dalt játszom. Hát most már olyan 75 éves, és még mindig játszom. Úgyhogy azért állok én is itt, mert ilyen nagy példaképeim vannak, mint a Jagger nyugger. És most már átérzem annak az ősi bölcsességnek az igazságát, hogy amíg a föld kerek, mindig lesznek nyuggerek. Hát ne mondd azt, hogy neked már nem lehet.
hiszen jól áll még a kezemben, bár csak lazán markolom, de tudnék örömet szerezni, ha jól beállom. S filléres emlékén őrzik a dallamok, nincs miért szégyenkeznem, jogger vagyok. S ha meghalok, hát menj be visznek,